Az elmúlt időszakban jelentősen elszaporodtak a szúnyogok Magyar-Kanizsán. A helyiek elmondása szerint eddig nem tapasztalt szúnyog invázióval kell számolni az idei évben. Az elmúlt időszakban többször földi és repülőgépes módszerrel is ritkították a kifejlett egyedeket Magyar-Kanizsa községben. Szinte egész nap lehet szúnyogokkal találkozni. A sok esőzés, a hirtelen kánikula, az apadó folyó, az ezáltal keletkezett pangó víz, ezek mind kedveznek a szúnyogok szaporodásának. Én minden nap szoktam sétálni a töltésen, és azért este mindig vannak szúnyogok. A lakásban arra mifelénk nincsenek, de itt lent, hát a gyerekek jó össze vannak azért csipkodva, de azért a város biztos mindent megtesz, mert többszörösen már permeteztek erre lent, itt a környékben. Az illetékesek a Magyar-Kanizsai kempinget hetente többször is permetezik, hogy a kempingezőknek kellemessé tegyék a pihenést. Hát itt a kemping területén tűrhető a helyzet, elég gyakran végeznek szúnyogírtást, permetezték is reggelente, este füstölővel haladtak itt végig a kemping területén, úgyhogy számomra tűrhető a helyzet. A szúnyogcsípés ellen a legjobb módszer a megelőzés. A permetezés mellett fel kell számolni a pangó vizeket a környezetünkben, és azzal megakadályozhatjuk, hogy a lárvákból szúnyogok alakuljanak ki. Napsütésben, tehát nappal nem ajánlatosak ezek a szúnyogriasztó szerek, mert fotoszenzitívek, ez azt jelenti, hogy fényérzékenyek, és a bőrünkön flekkeket, nyomokat hagynak. Attól függetlenül, hogy a mai világban már nappal is vannak szúnyogok, ezeket a szereket kerüljük. Még felhívnám a figyelmet arra, hogy a házilag készített különböző illóolajakra még nagyobb, még jobban jellemző az, hogy nyomot hagy a bőrünkön. Az idei évben az önkormányzat mintegy 5 millió dinárt irányzott elő a permetezéssel kapcsolatos tevékenységekre. Azért tudnunk kell, hogy ezeket a pénzeket nem dobhassuk úgy ki, ha nem lássuk, hogy van is értelme neki. Itt gondolok a Tisza ingadozására, gondolok a éghajlati viszonyokra, és hát magára arra a helyzetre, amit mi nem tudunk lekövetni, hogy miért van ez a nagy szaporulat hosszú idő után. Az illetékes hozzátette, hogy a permetezésnek akkor van igazán értelme, ha azt a tiszamenti önkormányzatokkal összehangolják.